Időutazásokról horpácson. Egy elképzelt második világháborús ütközetet elevenítettek fel a hagyományőrzők. Mindezt korabeli egyenruhákba öltözött katonák, pirotechnikai és haditechnikai eszközök segítségével. A hadijátékot a Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezte, de sopraniak is részt vettek a harcokban. A cél az, hogy megmutassuk a helyieknek, ismerősöknek, érdeklődőknek, hogy körülbelül milyen volt a második világháború. El tudják képzelni, hogy milyenek voltak a hadi események, a fegyverek hogyan dördültek el, milyen volt egy ilyen ágyulövés, milyenek voltak a kézi fegyverek, hogyan mentek a hadmozdulatok. Nagyjából egy ilyen történelmi ismeretterjesztés volt a célja a rendezvénynek. Nem csupán a második világháborús ütközetek részeseivé válhattak a nézők, de a korabeli csúcsfegyvereket is megismerhették. A játék egyik főszereplője német gyártmányú MG42 típusú villámgéppuska volt. Nagyon olcsó volt a gyártása, tehát sajtót lemez technológiával készült, és nagy tűzgyorsasággal rendelkezett. 1200-1500 lövést tudott leadni. A magyar hadsereg is kapott belőle a második világháború vége fele. És fölhúzták, visszatolták, lefűzték a hevedert, letámasztottak és lőttek. Csak fekvő helyzetből tudtak vele lőni, tehát olyan nagy visszarúgó ereje volt, hogy csípőből nem tudtak tüzelni vele. A hagyományozók hisznek abban, a hadijátékok segítségével, mélyebben megértik és átélik a második világháború korszakát azok a fiatalok, akik csak a szárazabb könyvekből ismerhetik a történelemnek ezt a szeletét. It's good to know what soldiers... Szerintem jó tudni, hogy a katonák valójában mit tettek a második világháborúban. A hadijátékok segítségével az emberek láthatják, hogy valójában mi történt, mert sokkal hatásosabb látni, testközelből érezni mindezt, mint könyvben olvasni. Így tényleg átérezhetik a katona életet. Az utolsó csaták egyikét elevenítjük fel, ahol a németek minden erejüket megfeszítve próbálták megakadályozni az orosz hadsereg áttörését. A hagyományőrzők bíznak abban, hogy a jövőben sikerül támogatókat is találni a hasonló jellegű rendezvényekhez, így még több diák részt vehet az élő történelem órákon.